A fiatal kezdő vállalkozókat segítő program keretében szervezett konferenciát ma Sepsiszentgyörgyön Kovászna megye önkormányzata több startup cégnek jelentős összegű visszanemtérítendő támogatást biztosítanak. A konferenciára bárki jelentkezhetett, akinek jó és innovatív vállalkozási ötlete van, szándékában áll vállalkozást indítani, függetlenül attól, hogy egyetemista, munkanélküli, alkalmazott vagy már van vállalkozása, de nem többségi tulajdonos. Ezekből választotta ki a tanács azt a 400 személyt, aki részt vehetett a képzésen, és azt a 40-et, akinek a kezdőtőkét is biztosítják. A mai konferencia az a része a megyei önkormányzat által lebonyolított startup projektnek, amely által 400 személynek a vállalkozói készségeit fejlesztjük, és 40 személy pedig egy visszanemtérítendő 40 ezer eurós, egyenként 40 ezer eurós támogatásban részesül. A program nyilván a legjobb ötletekkel érkező fiatal vállalkozók érdekeit szolgálja, de fordítva is előnyöket hordoz magában, mondta Édler András, a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Nem csak a kis- és középvállalkozások szempontjából fontos a startup projekt, hanem egyáltalán a megye gazdasága szempontjából fontos az, hogy minél több ilyen startup projektet itt tudjunk megvalósítani. Ez rövid távon azért, mert ugye a startup projektek bizonyos pénzösszegeket jelentenek, ami a lehetőségek szerint itt elköltődik, az a 40 ezer euró. Hosszú távon pedig azért, mert új munkahelyek teremtődnek. A projektet az Európai Szociális Alap támogatja a Humán Erőforrás Operatív Program keretében.